Hát szervusztok, Totemoszlop vagyok, a GTA 5 Online-ból az Anchorage. Az annyit jelent valójában, hogy fegyvertámadás. Négyen vagyunk és el kell kapni az ellenségeket. Ez most ilyen kommandós verseny. Nem egyszerű amúgy. Semmiképpen sem. Azt se tudom, mire lövök, bakker. Lehet. Itt addig megy, itt nem lehet tölteni egyszerűen akkor energiát se, se pedig a pajzsot, tehát a golyóálló mellényt. Headshotot kell neki bevinni. Azaza. Ez ügyes volt. Alig csattam neki egy hét csatot. Ez nem viszel odáig, ez a fegyó. Hoppa. De ez már igen.
valami jó ötlet. Meg kifogyott a töltő. Úgyhogy... Megvan. Winner. Ez igen. Ez nem semmi, srácok. Ebbe van aztán izgalom, az biztos. 8000-et kaptunk, 1500 RP-t. Jó. Egyre jobb és egyre jobb, gyerekek. Már megint vissza. Aha, tehát most itt valaki, akit ki kell iktatni. De nem egy izé van. Ha 700-át talán. Jaj, kell, csapattal kell tartanom, nincs mese. Nem pedig rebeleskedni, tehát az, hogy megindulni mind a izé. Az nem vezet megoldásra. Ez van érdekes itt a házak között lavírozni. Gyerekek, ettől én idegbajt kapok, Isten bizony. Miért nem lehet rendesen üzelni nyomni ezt? Ha én látnám legalább azt a célpontot, ahol nincs senki, érted? Az lenne a legszebb. És az van benne, hogy ő simán. Simán leszkópozik, tehát abszolút. Nagyon nem vagyok a cipőmbe. Szkópoz? Ne, nem tudok szkópozni, most csak ezt tudom, és ebből sem már túl sokat. Úgyhogy... 100 kilométerről bemér, és nekem abszolút annyi. Még ezt a hidat átmegyek szerintem, akkor ott valaki le fog puffantani. Automatikusan. Nem látok mozgást.
bukjál le. Ember hajzott. Most akartam megnyomni amúgy a izét, a kvét, azért, hogy lebukjak. Hát nem igaz már, gyerekek, hát ennyire nem lehet mindenki izé... sajtfőnök. Pedig egy csomó golyót beleeresztettem már. Hát ilyen nincs. Gyerekek, hát 100 energiája. Ő meg egyet szkópozik és annyi nekem. Szóval... egy kicsikét határértéken aluli most már ez a dolog. Azt az egyet kell még kilőnünk valójában. Pedig megvolt ám a headshot. Ő valami totál beöltözött izei golyóálló mellénybe van, vagy ne, én nem tudom mi a izei sáfrános pipacsosba. Tehát érted, vágod, cuccolod, megharapod, kinyírod ám. Nem arról van szó. Ez így sokkal nehezebb, mint volt. Istenem. Van még 2 perc, 40 másodperc, hogy kinyírjuk ezt a izét. Azt ott a protektort, vagy mi a fene az. Ő meg itt van elbújva. Hallod, nem semmi amúgy. Hányan vannak most már ott? Én azt hittem, hogy egyedül van ott. De nem, egymásra vannak valahogy építve, és ott van mindegyik egymáson. És ez benne áll a zavaros víz. Egyet még jó lenne leszedni. És nyom rám egy egyszerű snipert. Ja, az a miénk. Miénkét ne lőjem. Ah, figyeld, megcsinálta a srác. Elvileg akkor nincs több vize. Bodyguard. Vagy azok most mink vagyunk. Én most már nagyon bele vagyok keveredve, nem azért mondom.
arra elaftelt. Ez marha érdekes, amúgy. Nem azért az 5 centér, de mi, ho, hány. Szóval elvileg megvan a mission, nem? Ennyicske hiányzik az Energy UV Bigilből, hogy levigye neki. Hát ezt nem tudom ki fogja megnyerni, mert mondom, én ezt nem annyira értem, tehát... Én ebben úgy igazán most nem vagyok otthon. Lehet, hogy sokan mások, igen. Hát mondom én, hogy a pirosak meg voltak, annyiszor kell kifüstölni. 13.330 és 3600 RP. Az nem is rossz, akárhogy is vesszük. Most ez mit jelent? Én vagyok a... Hát én nem szetelzek semmit, ezért ti nektek könyvben megvédem. Hallom.
Nem jöttök? Gyerekek. Azt ki, ezek mind ott jelennek meg. Ezt így kell, gyerekek. Ez ügyes volt. A 700-at 43630 és 77-es szint. Hallod, ennyi lóvét még nem kaptam egyszerre soha. Így kell ez, gyerekek. Ez igen. Fantasztikus volt. Jó. Kiszállok. Na jó, gyerekek, hát ez a videó egy kicsikét hosszabbra sikerült, de ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még annál is jobban tetszett, akkor nyomjatok kettőt, vagy pedig csatlakozzatok a Totem Oszlop YouTube csatornámra. Sziasztok!